Na várjál. Jó estét, szevasztok! Üdvözlet a tankos kollégáknak! Hello, beló, beló, minden egyesnek! Na várjál, most elhúztam, elhúztam. Jó van, akkor látjátok a gyönyörű szép pofámat. Na, még valamit akartam, várjál egy pillanatot, várjál, legyél már türelmes, légy szíves. Tudom, hogy éjszaka van, de legyél türelmes, légy szíves! Uno momento, por favor, señorita! Ne idegesíts már. Egy pillanat türelmet, srácok, már is indulunk. Tudom, hogy most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon borítlan vagyok. És elnézést kívánok, de gondoltam, inkább elindítom, és legalább látjátok addig, hogy itt vagyok, mint sem, hogy addig is várakoztatok benneteket. Remélem, hogy ez így kellően megfelelő magyarázat számotokra. Oké, azt hiszem jók vagyunk, de szóljatok vissza, hogyha nem. Lehet, hogy most a játék. Nem, szerintem nem. Kérlek, feedbackeljetek, mert most nincs segítségem. Hogy van-e minden. Hang, kép. Vagyon, vagy nem vagyon. És köszi a visszajelzést. Megvárom már addig. Kösz, tatsz. Nagy vagy. No, nagyon fontos gyerekek, hogy visszatért a bárány. Emlékszünk? Ő hozza a szerencsét. Cső Máté, Szigerzsos. Szeasz, taci! Hang nem hangos, nem recsek, hát ilyet, nem? Nálam, de durva. És elvileg most nem is fog akadozni, mert még kicsit szerkesztettünk rajta. Ismét Cséphalvai kollega a tettes, ő hozza az áldást itten. Na, hát a Burning Games, srácok, csapjunk is bele, mert most nincsen rengeteg időm. Voltam itt csinálni, még itt pihenés közben is, hogy nem ment a vállam, úgyhogy... Úgyhogy most jutottam ide, de hát visszanézhető a sztori, úgyhogy szerintem senki nem bánja. Továbbra is él a... Mit akarok? Tehát továbbra is él a olvajas akció. Bemutatom így is, jó? Mindenkinek egyértelmű legyen. Annyi a lényeg, hogy bementek a... Most hát fogjátok ezt a linket, amit betettem a live alá is, meg a... Hova? A leírásba is. Ja, az a live alatt van. Jó, akkor a Facebookos posztra. És onnan ugye már bedob a Huawei App Gallery Store-ba. Onnantól kezdve Huawei vagy Android készülékről le lehet tölteni a játékot, és van egy ilyen fül, nem is kell azt mondani, hogy hozzá külön töltögetni, valaki írta még azt hiszem a Facebook csoportban, vagy hát utólag is köszönöm neki még egyszer, hogy van egy ilyen opció, kupon igénylés, és akkor 1250 forintos kupont lehet igényelni, és akkor meg lehet vele venni ezt a Piroleum trailert, amit én már megvásároltam. Hogyha megvásároltad, akkor ugye úgy néz ki, hogy itt van egy ilyen nagy Piroleum trailer, itt fent a plusz egyes level unlock mellett, és akkor ezt 3500 forint helyett, ugye aki Huawei, és az mennyiért 2600-ért vagy 800-ért venné, de ugye lejön belőle az 1250 forint, tehát 1600 valamennyiért tudja megvenni a 30 szintet, meg a csomó minden jóságot, amit ez ad, ugye ebben már van egy tank, a Spike,
amit most már tudok mutatni, és hol van az a kis csoda. A Spike-ot kapjátok a 9-es szinten. Mindjárt, mindjárt, mindjárt. Ő jön. 9-es szinten. Most egy kicsit belepörgetek, mert van rajta 4 hajszál. Jó, tehát ő az, aki kapható. 9-es szinten egy sima STR VM42, csak egy kollektor változat, tier 5-ösbe. És ugye a 7-es a prémium. Az Annihilator. Mit is mondtak a srácok, mit is jelent? Megsemmisítő, azt hiszem, igen. Vagy pusztító, valami ilyesmi. Ő az, amúgy beteg egy cucc, lehet, hogy most nem fogok menni vele, vagy csak a játékmódban, mert majd vele a külön játékokat, azt majd egy külön live-ba szeretném mutogatni. Úgyhogy aki ezért jött, annak sorry. És az, hogy kimarad, ez így. Sajnos ugye az a sztori, Gerzson, teljes és becsületes nevén, ugye a Gergely beírta már a csoportba, hogy mennyi a történet, ugye ingyen az event 19-es szintig húzható ki, tehát az azt jelenti, hogy sajnos csak eddig a pontig. Itt ugye miket kapunk, kamókat, kettőt, hármat talán, nem, két kamó, boosterek, ugye ez a, mi ez, Pyroleon booster, ugye ez egy jó cucc, mert ezzel, hogyha játszol, akkor 400 Pyroleumot kapsz az eventből. Ugye mindegyik szinthez 1000 kell, az a baj. Tehát így kiszámolhatjátok, ugye 60 szint, azt hiszem, ugye? Igen, 60 ezer Pyroleum kell, ez elég sok. Küldikből összeszedhető 90, látjátok, 90. Hogyha van prémium tankod, már mint olyan, ami az eventben részvevő, tehát Annihilator, Spike, Scavenger, Gravedigger, Smasher, vagy Tankenstein, akkor azt tudtok vele játszani, és különböző napi küldetések révén kaptok plusz 200 piroleumot ezekből. A tankból, hogyha ezt megcsináljátok, nem egyesével, hanem ugye ehhez egy küldi van, tehát összesen például 5000-et kell velük sebezni. Aztán ezen felül ugye vannak a... Van itt két plusz küldetés, 200 piroleumért, az, fú, az hogy is van? Azt hiszem csak akkor kapjátok meg, hogyha ugye megvan ez a Pyroleum trailer, de nem biztos, javítsatok ki. Lehet, hogy ezek alapból is vannak, ezek a küldik, vagy 2, 4, 6, 8, 10, 12, akkor elvileg azok alapból is vannak, csak azok többet érnek. Most ezzel egy picit el vagyok maradva így fejben. Jó, lényeg a lényeg, hogy ez is van ugye hozzá, és akkor ennyi. Csak ezekkel lehet haladni, jó? Tehát igazából van a booster, amivel ugye kaptok 400-at. Nem tudom, hogy kell az hozzá prémium nap, vagy sem. Nincs valami leírása? Nincs külön leírása, legalábbis matekban. De szerintem megkapjátok a 400-at vele. Lehet még a küldikből szerezni a piroleumot, és ugye ennyi, ezzel tudjátok itt lépkedni ezt a Halloween Battle Pass szintet. Ja, így van. Jó, tehát ennyi. Ennyi, és ahogy említettem az elején, ugye, hogy aki androidos vagy Huawei-es, az pedig a Huawei App Gallery-ből le tudja tölteni a játékot, és ott van egy ilyen kupon igénylés opció, és azzal 1250 forintot meg tud spórolni ebből a Pyroleum trailerből, hogyha amellett dönt, hogy megveszi. Jó, ez ugye 3500 forint, hogyha Huawei Store-on keresztül veszitek a kuponnal együtt, akkor lemegy egészen 1600-ig az ára, úgyhogy érdemes vele játszani. Szerintem, de mondom ezt főleg azoknak szól, akik napi szinten költnek a játékra, én nem forszíroznék senkit arra, hogy ezt tegye. Csupán elmondom az előnyeit. Jó, nézzük meg ezt a játékmódot, hogy mit is vagyon tud, mondjuk... Mivel nézzük meg? Hogy nagyon szeretnétek? Nagyon szeretnétek mi? Jó, jó, megyek ezzel. Tudom, hogy ezért van itt mindenki. Á, köszi Gergely, akkor jól mondtam. Igen, tehát hogyha megvan a trailer, akkor már ez a két extra küld, ez a 2 plusz 200-as. És így van, hogyha mindent megcsinálsz 15 napig a trailert megvéve, akkor tudsz eljutni 56-os szintig, hogyha free battle-od, akkor csak 19-es szintig. Jó? Szia Fűz, még semmi komolyról, eddig csak elmondtam az eventnek nagyjából a
specifikációit, hogy mivel, hogy, meddig lehet eljutni. Há, fenn, atyám, megéri. Jó, na, menjünk, menjünk, menjünk. Eltelik itt a nap is. Jó, ugye Burning Games, a lényeg annyi, hogy folyamatosan fogy a HP, egymást lőve lehet főtankolni a HP-t, bázisokat el kell foglalni, annyival több lesz, vagy annyival lassabban, illetve gyorsabban fogy a saját és valamint az ellenfél HP-ja, tehát hogyha nekünk van több bázisunk, akkor azt hiszem nekik fogy gyorsabban a HP-juk, ha nekik, akkor nekünk értelemszerűen, ez az booster most itt nem kell. Megvettem le ezt a bolondos flamethrowert. Tök jó. Tök jó, nagyon megéri, 2000 gord, de az elején fúj egy kis tüzet neked. Sajnos a szigony nem működik, rajta pedig mekkora lenne. Megszigonyoznál valamit. De tényleg amúgy kéne ilyen Mad Max mód végén, kéne mondjuk egy Tech Tree ilyen meseszarokra, és akkor lenne egy külön játékmód. Tehát ahogy kijön ez a kis de csóvahúzás, akkor már köl a plusz HP. Júj! Talán előre kéne figyelni. Az így nem lesz jó. Ezt tudja ez a csoda. Így lő. Ugye, mint a Helsing, gyakorlatilag csak három van benne. Jó a penye, viszonylag nekem nagyon tetszik a... Gundepje van. Páncélja van. Penye viszonylag van. Lehet, hogy elmondok valamit kétszer, mert már ide is figyelek, meg oda is. Sajnos itt engem meg fognak csinálni. Amúgy érdemes meghalni itt az elején, mert ugye akkor utána sokkal erősebb lesz a tankod. És hogyha ezt ki tudod használni egy jó pozícióból, akkor simán győzhet a csapatod. Na, és történt a kívánságom. Tehát ugye akkor azt hiszem gyorsabb is vagy, de ez nem biztos, de az biztos, hogy nagyobbat lősz és gyorsabban töltesz. Gyorsabb nem vagyok szerintem. És ha benyomod ezt, akkor jön a fekete füst is, hogyha benyomod az Influencing Boss. Tehát összességben elég OP cucc szerintem. 8-asokkal is fel tudja venni a versenyt 1v1-be. Sőt, még a Buford Tiger 1-el is. Pedig az már aztán szinte hihetetlen kategória. Majd jó. A pontosnak nem a legfontosabb, nyilván. Csak egy kettőbe ment ilyen szakba. Most elég jól állunk, szerencsére 11-6. Lehet, hogy bevállalok egyet a lővétől, vagy nem kell. Most például csak egy ment be. Az legalább jóról volt. Van mind a három, csak híleték, 694-es. Egészen szép rollunk volt. Na, még ezt sikerült megemészteni. Pont az is usek belőtte. Annyi. Hát jó, a lővének azért még ott benne. Vele nehéz vitatkozni. Plusz 295 HP-t tudtam kisajtolni, amit el is vett gyorsan a lőve tőlem. És akkor még itt arra várunk, hogy a Defender beandalogjon. Nagyon szép! És így meg is vagyunk. 9-5! Nyert a team. Úgyhogy ennyi a lényeg a Burning Games-nek, amit itt nagyjából láthatok, és próbáltam közben lekommunikálni, hogy fogy a HP folyamatosan, tehát nem éri meg passzívnak lenni, hogy a kempereket csapják ki ezzel igazából a játékból. Két életed van a másodikban, nagyobbat lősz, gyorsabban töltesz, és tudod healelni a csapattársadat, hogyha őt lövöd. Ez csak jó DPM tankokkal érdemes, mert különben nem vagy a csapat használva szerintem. OP-ben, mint a Smasher, szerintem igen, mert van van páncél, és mondjuk a Smashernek is van, de ennek szerintem becsapósabb, és van Gundepje is. Most nézd meg, ugye... Posztoltam meg a csoportba is, de 15 random csata alatt 80% mérét és majdnem 3k AVG. Tehát ez a tank, ez szerintem brutál.
Nem bajok, amúgy már úgy vagyok velük, hogy nem olyan nagy tré, hogy vannak mesetankok, csak nem tudom, valamit még ki lehetne neki. Tehát még jöjjön egy pár, legyen, esküszöm, legyen inkább egy valami tech tree vonal nekik, valamit találjon ki a végé. Akár úgy is, hogy mit tudom én, 2-3 vonal, és akkor max 7-esig megy, és akkor lehet őket vinni külön játékmódba. És állandó játékmód lenne mondjuk, szerintem az tök klassz lenne. És akkor nem az lenne, hogy egymást emésztenék randomba a anime meg a sima tankok. Remélem, hogy ezt majd átgondolják, vagy egyáltalán megfogalmazódik a fejükbe egy ilyen ötlet, mert szerintem működhetne, és hogyha event van, akkor lehetne vegyíteni a kettőt. Szerintem ez így cool lenne, ez így működhetne. De hát, meglátjuk, hogy mit mond erre a végé. Meg van egy ilyen sztori, és itt pedig győzelmekkel. Aha, igen, tehát a napi első 10 csatáért igen, nem kell győzelem, csak csata. Ki tud ezeket farmolni 5 napon keresztül. Vagy hát igazából ugye 13 napon keresztül, csak az első napi első 10 csatáért kapott, tehát 5 nap alatt is ki lehet húzni. De értelemszerűen van rá 13 napja az embernek. Jó, úgyhogy ezzel meg így kell gondolkozni. Ezek ilyen apró rewardok, tehát most itt volt például egy avatar, ugye, amit már az első nap meg lehetett szerezni. Prémium nap, ez a ticket, ez nem tudom mire jó. Nézzük meg. Koncert ticket, mi szar. Ja, free XP-re beváltható, persze, tényleg azt mondták is, és ez is azt hiszem free XP-re beváltható, igaz? Aha. Ja, jó, és ott meg szintén. Avatar, prémium napok és free XP van benne. Ez megy, mint event, úgymond, vagy kísérő event, kis event ennek a nagy Halloween-i Battle Pass mentén, úgyhogy ja, ez a kettő van, srácok. Most nagyjából így néz ki, a Burning Games pedig olyan, ahogy láthattátok, de nézzük meg még egyszer. A megsemmisítővel! Nézzük meg! Sziasztok srácok, hello, 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 üdvözlet az újonnan csatlakozóknak. Megnézzük a heavy short. Igazából én a bázisokkal annyira nem szoktam törődni, de olyan mepeken, ahol mondjuk 4 bázis van, tehát mondjuk Kanál vagy Yukon, érdemes elfoglalni. Kifejezetten érdemes elfoglalni, inkább így mondom. Mondjuk most rajta maradhattam volna, mert be tudtam volna keppelni. Mindegy. Az IS-2-es... Szerencsére hagyta, hogy elfoglaljam, úgyhogy... Igen, így akkor a HP megnő, plusz 10%. Az, hogy lassabban fogy-e, az jó kérdés, szerintem nem. Sajnos ez a... IS-2-es, hát sok mindenre jó, de inkább semmire. Nagyon gyengúci csaró. Kis HP-t szervírozhatnának nekem a srácok. Ó, itt jön a flank. Új, új, új. Vagy ellenfél csapata szerintem itt ezt most nagyon rosszul csinálja egyelőre. Ez hogy én is, mert múlva mondjam. Nagyon hátul maradtak, de még így is szoros, érdekes. Szakaszban mondjuk sokkal élvezetesebb, most ennyire van lehetőségem, hogy így mutassam be, de elképzelhető, hogy következő adás az már szakaszos lesz vele. Már hogy a játékmóddal, és akkor
Jobban fogjátok látni majd, hogy mi újság. Hát jó, ilyen szögbe lehet volna sidescrapelni. Ennyi előnye legyen. De most próbálom csak itt a C-t tartani. Told már ki. Szép volt, háromból semmi. És bedurran mind a három. Így szép ez. Hát jaj, kicsit random tud lenni ez az ágyú, pláne ugye hosszú távon. Tehát ez közelharcra jó igazán. Ott ugye tök jól kihasználta a gandepje is, szóval tényleg amúgy nagyon jó kis cucc, de mondom majd a randomos bemutató azért jóval többet fog róla elmondani. Most igazából csak a game módot próbálom prezentálni vele. Annyi. Bemutták a frankót. Összejött 5 kill is. Ja, és közben amúgy, ami új, akit érdekel, bekerült a store-ba a Lycan, Helsing meg Dracula trio együtt is, meg külön-külön felbontásba. Ezek amúgy azt hiszem a tavalyi ládák, csak annyi a változtatás, hogy ha most már kapsz, vagy veszel 25-öt, akkor fixen megkapod a tankerinót. Én továbbra sem mondanám, hogy ezek jó ládák, pláne, hogyha láttad a tegnapi nyitásaimat, akkor volna elég könnyen el lehet dönteni, hogy ezek miért nem jó ládák. Várjál, hogy van ez itt? Már tavaly az 3% eséllyel dobta a tankot, akkor rádobta 2%-ot, de viszont az első hőszín meg Dracula az 100% eséllyel dobta? Itt van. 10% esélye. Ez volt még a tovább, 2 évvel ezelőtti. Látjátok, ezért, hogy megőrzi az ember, tudunk viszonyítani. Meg nézzétek meg a goldot. 150 és 10.000 között dobott. És volt, hogy beadta a 10-et simán. Szóval azért ez ahhoz képest elég gagyi. Vagy 5%, és akkor mondjuk a goldot azt nem néztem. Gold nincs is. Camouflage, Booster, Certificate, Free XP. Oh, 1000 goldig. Tehát már annyi sincs, mint tavaly. Tavaly 2005-ig volt, nem? Amit néztünk. Nem, tavaly is már csak 1000-ig volt. Jó, akkor. Hát gyakorlatilag a tavalyi ráda plusz 2%-kal. Úgyhogy érdekes megvalósítás, maradjunk annyiba. Na jó, valami olyasmivel megyek, amivel tegnap nem mentem. Dracula, legyen Dracula. Na nézzük, egy szülinapos Draculát. Hát, ha ügyes leszek vele. Hát, ha nem. Kiderül. Nem, én nem szoktam a csapatásokat hírelni. Nagyon jó észrevétel amúgy, de én általában arra figyelek, hogy az ellenfél fogjon el. És pláne olyan tankkal, aminek nincs DPM, az szerintem nem is szabad, mert csak hátrányt csinálsz magadnak és a csapatnak is. Tehát, ahogy ezt az elején is elmondtam, csak jó DPM-i tankokkal érdemes. Szerintem a Dracula sem jó DPM-i tank.
6,4-es töltéssel. 2,10-es alfa, vagy mennyi ez? 2,25. Nem mondanám annak. Hát, hogy lassan menni kell, mert jön a T-75. Hát, hogyha ezt a gombot most nem nyomtam, akkor nem tudom, hogy helyette mit csináltam, de lehet, hogy koszos a kijelző. Úgy. Mindegy, menjünk át szépen. Erre jó Dracula, hogy el lehet vele pattanni. Szülinapos, úgyhogy kéne vele valami, de mit csinálni. Jó. Nyomunk egyet a tisuba. Hát, ha viszont az nekem egy lövést. Lennél olyan kedves, vagy beleállok, az is jó. Köszönöm szépen, nagyon kedves. Majdnem. Ne. Fú. Aj, de jó, az nem fog ugrani. Ne. Meleg volt. Köztem ki. Derat, stop. Ja, köszönöm szépen. Milyen kedves játékosok ezek. Nézd meg, még beírja, hogy stop. Istenem. Igen, tehát ilyenkor, amikor körözöl, nyilván, amikor nem kerül a DPM-edbe, akkor lehet lőni. Meg amúgy kösz, hogy szóltál, szóval lehet, hogy elfelejtettem volna mondani, mert még egy kicsit itt az új helyzetet próbálom szokni. Wow. Okay. Hát jó, akkor 4-20, gondolom a másodjára jött, úgyhogy nagyobbat lő. Na nem baj. Most nem tudom elnyomni. Bugos a izé. Engine boost. Meg rajta állok az engine booston. Bugos. De javítás is. Töltény tartani tudok. Se engine boostot nem tudok nyomni, se adrenalint. Vagy ez ilyenkor így van? Ez ilyen event feature, szóljatok. Hát ez nem lesz egy nagy szülinap. Tényleg nem tudom elnyomni, beszarok. Hát jó, hát akkor nem. Júj. Mindjárt lesz spawnol itt valami. Vagy nem, vagy de, vagy nem, vagy de. Keményet kapom. 1500-at lőttem. Fejné. Egy nagy cucc. Jobb lett volna randomba szülinapozni. Lehet a Dracula egyszerűen ez OP, mert olyan mozgékonysága van, mint semmi másnak. Na mit nem láttatok tegnap? Ritkant, Likán, Licsán, Lajken, ahogy akarod, úgy mondod. Gyurmó bácsi, szia! Szia Gyurmó! Mennyire laggol a kép? Nem annyira? Kellőképpen? Az oké, hogy a kameraképp laggol, de remélem a játékkép annyira nem. Mindjárt rájátok, tekintek. Most tudnék javítani? Ha látom, most kírja, most tudnék javítani. Jó van.
Ja, hát laggol azért egy picikét, csaró. Hát nem olyan aránylag szar, de hát... Nálatok mennyire laggol? Vagy laggol, vagy nem laggol a kép? Úgy ugye ilyenkor értem szerint azért nem írja ki, hogy megadtad neki, ami járt, mert még visszajön úgyis. Nem volt a legegészségesebb megoldás, de át kellett kelni. Azt igen. Jaj, nem hiszem el. Nem szeretem amúgy ezt épp ezért, mert annyira pontatlan szar. Sajnos így a szovjet feelinget elég erősen hozza. Az jó, akkor király. A mobilon keresztül nézem. És onnan, mintha kicsit akadozós lenne a kép. Minimálisan, csak pont annyira, hogy zavaró. De hogyha nem, akkor jó. Ez 7-12 eddig. Az aránylag szar. Talán van esély, hogyha túlélik a második körös tankok. Amit bal oldalt alul a saját csapatotok alatt látjátok a HP-tokat. Csak hát az nagyon észnél kell lenni, hogy ebből win legyen, bárhogy is még. Jó, az leéghetne. Á, nézd meg, megjavítja. Hát, meg nem üt be. Vicces volt, de meg kellett próbálni. Nagyon sok az egylövéses. Jó. Nem észettem ki, de legalább kint van. Visszajött a Leo, ezt a Helsinget meg az MT-t, vagy STR-t kéne kivenni gyorsan. Jó, király. 4-7-1. Köszönöm. Most kéne HP-t tölteni egymásnak. Úgy látom, hogy a heavy-k máshol vannak, vagy nem tudom, de... Jaj, de jó. Pont kilövi. Ne! Nem láttam, amin itt mepet. Majd nem figyeltem. Na szóval, ő a Lichán, őt nem ajánlom senkinek. A Dracula nagyon jó, azzal lehet játszani. Vagy akár Stadpadónyi, Helsingel meg pláne. Én a háromból őt tartom a legjobbnak. De hogyha ugye belevesszük a Annihilator-t is, akkor azt. Ha a Smashert is, akkor valahol a Annihilátorral van egy szinten. De az jobb mondjuk, a megsemmisítő. Jó, kösz srácok a feedbacket, akkor nagyjából rendben van. Jaj, menj már át. Jó, hát nekem így is jó.
Nem tudom, hogy ment mind a kettő, de nem bánom. Erre mondjuk túl sok garanciát nem vállaltam volna. Au. Jó, szerintem most ide bebújunk. De jön a csúnya tankestén bácsi, aki el akar minket most pusztítani nagyon csúnyán. Helyette megteszi a Leo csodálatos. Na hát ez amikor greedy vagy és túlnyomod nagyon csúnyán. Picit kellett volna várnom a srácokra, amik bejönnek, de nem baj, most itt kint vannak a téren. A heavy, úgyhogy lehet őket ütni, verni innen. Ja, és Smasher, hát addig én már betöltök. Cross 10-10 van, a heavy short kéne valahogy megpusztítani. Egyelőre szerintem itt jó vagyok. Már azért egy pici pálya. És a srácok nyomják a heavy-t, ezt kicsit jobban kell figyelnem. Közben van itt, aki engem hírel, úgyhogy nagyon jó helyzet. Na jó, most kell bemenni viszont. Menj, öreg. Menjél. Nem mész. Menjél. Ez szép volt, András. Viszont pedig ki lehetett volna venni, és ezt elrontottam, sajnos. Szép. Ó, mi jön innen? Jaj! Csúnya volt. Ne, légy szíves, légy szíves, légy szíves! Még így is egy lövés szerintem. Áj, de szép a gyújtós! Hú, de elütött még a szentély! Na, srácok, úgyhogy mesejátékmód, mesetankokkal nagyjából így mutat. Ezek voltak azok a tyankerínyók, amik ugye megszerezhetők ugye a megsemmisítő, a Annihilator angolul, már fárasztó így kimondani, amúgy nem tudom hanyadjára, azért mondom inkább, hogy megsemmisítő, mert lefordítva elvileg azt jelenti. Jó, tehát ugye vele játszottuk az első kettőt, ő tudja azt, hogy ugye három lövése van egy tárból, ugye, hogy a Helsingnek ugyanazon a mechanikán, tehát 0,3 másodperccel eltérően lövi ki egymásból a golóbisokat, és akkor töltöget egy 14 szekig. Ugye a Helsingnek ugyanezt láthatok kettő golóbissal, szerintem ő a második legjobb, ami így úgymond megvásárolható per pill. Van még ezen kívül a Dracula, aminek nagyon jó mozgékonyság, ugye előbb láthattátok, és van még a Lycan, vagy nem tudom, hívjuk farkasnak, farkas koma vérfarkas. Ő az, aki annyira nekem nem szimpatikus, és soha nem is lesz valószínűleg. A tankokból ezen felül, ugye, vagy tankokból, a ládákból, amik itt vannak, és akkor nyissuk is ki, ha már itt vagyunk. Én meg tudtok venni amúgy így akciósan egy szigonyt, egy kis lángszoró. Szóval, amik ezekben a medtanks-es konténerekben vannak, azok ugye a Smasher Gravedigger
Tankestény Scavenger, ezekből, mivel nem mentünk tegnap, és majd egyáltalán Scavenger és Tankestény nem volt, ezt majd bepótolom, vagy bepótoljuk valamikor, jó? De nézzük meg, hogy mi dob nékem a láda, mert azokat tegnap még ugye nem tudtuk beszerezni, ma viszont már igen. Úgyhogy ezt az elmaradásomat pótolom. Van itt belőle 10 darab, ugye egyrészt, mert volt szerencsém vételezni, illetve az eventből is gyűjt, úgyhogy ezt most 9-et ki is bontunk, jó? Kompenzáció azt gondolom kreditben van, hogyha valami megvan. De ez kiderül, ha nyitok valamit. Ugye csak certifikátek, meg booster. Ezeket amúgy egész jó mennyiségben dobálja. Au! Egy skevi. Abból lett egy kis kreditem szerintem. Igen, itt is van, hogy 10%-es dob bármilyen prémium tankot ezekből. Nagyon jól dobja a Free XP boostereket. Na hát egy tank elinó gyűjt, az a Scavenger volt, őt pedig, mit kaptam helyette, 500 ezer kreditet, igen, tehát akkor kreditben van a kompenzáció. Na, megint akkumulálhatom itt a Free XP-met, hála Istennek. Hol van az? Ja, majd ezt így. És nézd meg ott az újabb 350 ezeres. Cool. Ezt most nem nyitom ki. Jó srácok, hát igazából nagyon tömören, röviden ennyit szerettem volna. Folytatjuk majd még, jó? Ne essetek kétségbe. Az semmiképp. Ez veszélyes. Úgyhogy nagyon tömören láthattatok szerintem mindent. Az új tankról is elmondtam a véleményem, megnézhettétek, mit tud páncélzatról, kicsit részletesebb elemzés majd a következőkben, jó, meg random csatákba szintén majd a következőkben fogom ezt mutatni. Nightmare-ről is lehet szó majd. Közgázsa, hogy felhoztad. Nagyon utálom azt a tankot. Hát ez az FPS drop Orpheus. Amikor ugye nem tudja bedolgozni már a eszközöd a sok effektet, meg történést, és akkor droppol az FPS, ezáltal picit lassul a játék. Technikai részt ennél jobban nem bontanám ki, mert nem vagyok magamban túlságosan biztos, jó? Na, úgyhogy tényleg srácok, nagyon tömören ennyi. Mondom, láthatatok mindent, ami most bekerült a store-ba, meg a játékba, az eventtel. Ne felejtjétek a Huawei-es akciót, jó, amit említettem, tehát Huawei App Gallery megnyit, link megtalálható a leírásban és Facebookos posztban is. Onnan szépen megnyitod a játékot, vagy a, bocs, az App Gallery-t ugye, onnan tudod letölteni a játékot, és hogyha letöltötted, mert esetleg nincs van, akkor pedig ugyanitt, ahonnan letöltötted, van egy ilyen opció, hogy kupon igénylése, ezzel pedig tudtok előre menni, és egy kis 1250 forintos akciót kicsikarni magatoknak, jó? Úgyhogy így lehet olcsóbb a cucc. És ennyi. Bármi kérdés ezzel kapcsolatosan, Huawei-es, Aguilar-es akcióval kapcsolatban szóljatok, mondjátok, sikítsatok, és akkor tudok segíteni, jó? Akár itt még a live alatt kommentben, bár most már be fogom zárni, úgyhogy szerintem annyira ne, hanem inkább a majd a utólagos komment szekcióba, vagy akár e-mailbe is jöhet a kérdés. Jó, Messengerbe is, de azt kevésbé pártolom, és nem ígérem, hogy válaszolni fogok rá. Ingén meg aztán pláne rossz tehát üzengetni, mert ott nem tudunk olyan jól kommunikálni. Meg ott el is veszik ugye az üzenet. Jó, a legtöbb esetben, úgyhogy ezt azt szerintem annyira ne erőltessük. Jó, srácok, én ma egy ilyen tömör kis rövidséget terveztem mára, nagyjából ilyen formában, úgyhogy köszönöm szépen nektek a figyelmet. És akkor legközel találkozunk, pár napon belül, jó? Azt nem tudom pontosan, hogy mikor. Nekem is meg be kell ütemezni a dolgokat. De amint lesz hírem, újdonságom, akkor azt posztolni fogom. No, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor legközelebb. További szép estét nektek, kellemes tankozást, hogyha megnyomjátok. De most már inkább pihenjetek, jó? Családdal, barátnővel, szerelemmel, vagy csak egy magatokba, de inkább pihenjetek. Na, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor legközelebb. Ciao, ciao, sziasztok!